Kérjük, kapcsolják ki a mobiltelefonjaikat. Kezdődik a vetítés. Olyat mondok, hogy egy múltszázadi animált kínai sztereotípiának is kikerekedne a szeme tőle. Olyan meghökkentő lesz, mint a felismerés, hogy Bella gyakorlatilag azon vívódott, hogy egy kutyával vagy egy hullával járjon-e inkább. Szívbe markoló, mint amikor DiCaprio teljesíti az Ice Bucket Challenge-et a Titanicban. Mi Stephen King kvázi védő beszéd, ami beleírja, hogy valójában miért is ölték meg a gyerekek azt a csőlakó hobót. Ez nem csak egy rossz rímék. Ezek nem csak rossz rímek. Ez nem csak egy gyenge átirat. Olyat mondok, hogy a Fallout 10-er adja majd a másikat. Olyat mondok, nagyobb lesz, mint a piramis a Kefrénnek. Olyat mondok, elmehetne az Iliászba a Refrénnek. Olyat mondok, hogy mindjárt leszakad a felső szint. Olyat mondok, hogy az kicsit még engem is felbőszít. Olyat mondok, hogy az tényleg büntet, hogy már-már talán hazugságnak tűnhet, olyat mondok, hogy beleőszülsz, látod? Az én hajam is deres már. Olyat mondok, na jó, nem akkorát, mint hogy Gyurcsány embere a verespár, de nagy dobás lesz. Olyat mondok, hogy valóban tényleg megrökönyödsz, mert én... Én vagyok ma sem mer. Most sem merem kinyitni a legutolsó ajtót. Vagy csak nincsen kedvem. Mantrázom inkább magammal, hogy nyugi. Minden rendben. A sárm kellék, a mosoly életforma, a szív atomreaktor. Játszom a lazát. Én vagyok ma sem mer, aki inkább szimplán feltolja az állarcot. Aki ma sem lép pársa elódázva a rég húzódó házas párharcot. Akit nem szembesítesz a valósággal, mert hát inkább kíméled. Aki itt áll, beszél és semmit mondom most, mint egy választási ígéret, én vagyok ma sem mer. Egy bohóc, aki úgy táncol, ahogy csettintesz, hát röhög, bazd meg. Röhög. És én sikamlósabb leszek, mint egy vödörnyi hajbarzsom. Mindegy, hogy velem röhögsz vagy rajtam, attól még lehetek nyomorult, hogy nem én vagyok egy kiköpött forzsamvarzsam. Tudod, nem csak azért nincs jövőképpen, mert 33 vagyok. Vannak dolgok, amikre ennyi idősen sem készültél még fel. Szerinted mennyire élünk össze így? 10 év után? Már még nem veled, hanem azzal a másik sráccal. Kisfiam, úgy tűnik, hogy rákos vagyok. Becsüld meg magad, örülj, hogy ennyi jutott legalább. Manapság egy mesekönyvért 270 forintot kap a szerző egy menő kiadónál. Minden eladott könyve után. Ez a csúcs. Hát hajrá! Hány boldog gyerek egy vasárnapi ebéd? Hány igényes szülő egy gázszámla? Hány csekk jön 10 év alatt ugyanarra a házszámra? De ez nem tragédia. Ez komédia, bazd meg. Az ember végez, feltéve, hogy Isten emlej jót tervez. Hát, mosolyog! Mert ez nem egy slam. Ez csak a legújabb trailer a most kijövő Jokerhez.